Két edzőmérkőzés, két győzelem. Tudom, nem a győzelem fontos, de azért melengeti a lelket, azt gondolom. Nagyon fontos egy ilyen nehéz időszakban, amikor rengeteg munkát végzünk el, hogy legyen egy pozitív visszajelzés. És mindenképpen egy győzelem, egy siker, ez mindenképpen ezt megerősíti, illetve önbizalmat ad a játékosoknak, illetve hitet ad nekik azért, hogy az a munka, amit csinálunk, az jó. Egy erősebb csapattal játszottunk, mint az előző, és azt gondolom, hogy szépen fölvetik a ritmus, sőt, én azt gondolom, mi diktáltuk a meccs folyán igazából a ritmust, mi voltunk fölül végig. Volt hullámvölgy, nyilvánvaló egy ilyen, amikor még kevesebb az emberünk, a rotáció ugye szűkebb, mint ahogy majd tervezzük a bajnokságba. A végén az elfáradtak a játékosok, én azt láttam, de az akaraterejük az megmaradt, és a végén is nagyon jó védekezéseket tudtunk csinálni, mint ahogy a legelején is. Az első fél időben különösen jól játszott a csapat. Valószínűleg meg is leptük kicsit az ellenfelet, illetve talán ők még kevésbé vannak összeszokva. De nagyon jó figurákat játszottak. De sokszor érződött az, hogy jó kombinációk születnek a játékosok között. Ez furcsa ezt mondani. Az utolsó edzésen sírtunk, hogy megynek a játékok. És jött a mérkőzés, és varázsütése, és amit mondtál, nem szuper játékok, ezek jól időzítenek, időbe passzolnak, és normális elzárást adnak. Tehát ez a kulcsa mindennek. Tehát egy csapat játszhat bármilyen játékot, hogyha ezek nem működnek, akkor nincs helyzet a végén. Hál' Istennek most mindenki valahogy megértette, hogy mit kérek, és nagyon jól sikerült végrehajtanunk ezeket a dolgokat. Pontosan mentek a játékok, jó elzárásokkal, jó időzítéssel és pontos passzokkal, és jók voltak a befejezések, ebből jó volt a ritmus, és ebből egy ilyen játékos, mint aki nálunk játszanak, az ezt illik bedobni, és be is dobáltuk az első fél időben. Hogy tetszettek a fiatalok? Vencel Nóri is, Tenyér Zsófi és különösen Radonyi is nagyon jól játszottak szerintem. Igen, abszolút. Én azt gondolom, és ez a terv, hogy őket ha lehet minél gyorsan beépíteni. A Zsófi szerintem nagyon jól játszott, bár egy-két hibát elkövetett, amit nyilván megbeszéltünk. A Venc is nagyon jól védekezik, agresszíve játszik. Nyilván nem lehetünk velük elégedettek, csak én azt gondolom, egy kicsit előre tudtak lépni. És itt ez a lényeg, hogy napról napra, hétről hétre a teljesítményük javuljon, és érezzék azt, hogy amit munkát elvégeznek, van értelme, és azért csinálják, hogy ők jobbak legyenek. Köszönöm szépen! Köszönöm!